A Városnapján számos civil szervezet és alapítvány is részt vett standjával. Mai Paletta magazinunkban velük beszélgetünk. Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Városnapja május 19-én a Táncsics Parkban. A rendezvény felvonulással vette kezdetét a reggeli órákban, a több mint 800 résztvevő között a paksi intézmények, sportegyesületek mellett találkozhattunk a civil szervezetek, alapítványok tagjaival is, akik a nap folyamán a parkban felállított sátraikban várták az arra járókat. A Paksi Kertbarátok Egyesületének tagjai sem tétlenkedtek, ráadásul csapatok nyerte meg a városnapi halászléfőző versenyt, szakácsuk Vida János volt. A halászlé elfogyasztása után ismét fogadták a paksiakat, hogy megismertessék velük munkájukat, és bevezessék az érdeklődőket a virágkötészet rejtelmeibe. Mi kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy a Városnapján bemutatjuk tulajdonképpen a lakosságnak, hogy az elmúlt 20 évben hol, merre jártunk, mit tevékenykedtünk, és hogyan éltünk itt a városi rendezvényeken. Ennek keretében itt a testvérvárosi kapcsolattól a külföldi, a hazai kirándulásokat mutatjuk be képek formájában. Ezen felül 2 órától a gyerekeknek foglalkozásokat tartunk, ami mini, ilyen kis virágkötészeti dolgok, ami nagyon népszerű, de nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is. Virágszínezés, magfelismerés, tehát végül is ilyen kis kertészeket keresünk. Mi végül is reggel 6 órától itt vagyunk, hisz a virágkötészeti kompozíciókat már reggel elkészítettük, utána felvonultunk, és azt követően pedig ugye a halászlé főzésbe is beneveztünk, és a tagság nagy-nagy örömére a Vida János tagtársunk megnyerte a Paksváros halászlé főző mestere, és ez a mai napot beananyozza. A közelmúltban jelent meg az Egyesület elmúlt 20 évét bemutató kiadványa, mellyel ugyancsak találkozhatott az, aki benézett a Kertbarátok sátrába. A következő lépés az lenne, hogy fiatalítani. Szeretnénk fiatalítani, mert ugye, amikor elkezdtük ezt az egészet, mi a 40-es, 50-es éveinkben voltunk, elmúlt a 20 év, tehát itt a tagság nagy része már 60 fölött van, és mindenképpen az a célunk, hogy fiatalítani. Tehát fiatalokat szeretnénk, ha megismernék jobban az Egyesület életét, és jönnének közénk. Az utánpótlás meg is érkezett. Anna Luisa ott jártunkkor a legfiatalabb látogatója volt a sátornak. Virágdíszt készített. Már tavaly is csináltam. Úgyhogy van egy ilyen kis szivacs, arra tesznek vizet, és akkor így tűzünk bele szép virágokat. A kislány családjával érkezett a Városnapjára, amelynek minden programját meg szerette volna nézni. Az Egyesület elnöke, Nyiratiné Nász Rózsa nagyon hasznos kezdeményezésnek tartja a rendezvényt. Nagyon tetszik, már a tavalyi is azt mondtuk, hogy na, ezt folytatni kell, és úgy gondolom, hogy most is az a véleményünk, hogy ez a színes forgatag, erre szükség van, folytatni kell, sőt, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez a tér kicsi lesz az elkövetkezendő években, mert akkora az érdeklődés. Nem volt egy standon sem akkora csend, mint a kezdőjátékos társasjátékklub sátrában, ahol az asztalok mellett felnőttek csapatai társasjátékoztak elmélyülten. Egy ilyen nyílt nap jellegű klubnapot gondoltunk tartani, pár egyszerűbb társasjátékkal készültünk, hogy azok az érdeklődők, akik esetleg nem jutottak el a klubnapjainkra a gyermekkönyvtárba, ők is fel tudják velünk venni a kapcsolatot. Milyen játékok ezek? Modern társasjátékok, ami értem ez alatt azt, hogy leginkább már túllépett a társasjáték világ azon, hogy kockákat használjon a szokásos dob és lép mechanizmusnál, mert sokkal-sokkal újabb játékok jelentek meg. Ezek leginkább kártyákat használnak sok esetben, ilyen mindenféle apró jelölőket, stb.
Elsősorban családi játékokkal készültünk, ami azt jelenti, hogy inkább a szerencse nagyobb részt dominál bennük még mindig, de már sokkal-sokkal előrébb vannak ebben a tekintetben, mint a mindenki által ismert kinevetani végén gazdálkodók, és a Monopoly vonal. Családi játékok, tehát a gyerekek is részt vehetnek benne, már értik a szabályokat? Inkább felnőtteket célzunk, meg 14 év fölött szeretnénk leültetni embereket. A gyerekjátékokon már túlmutat a kínálat, amit hoztunk. A gyermekkönyvtárnak van elvileg gyermekjáték klubnapja is, de az egy külön szervezésben szokott történni. Mennyi érdeklődő volt körülbelül a nap folyamán? Azt kell mondjam, hogy sajnos a külsős emberek nem, a külsősök kevésbé mutattak érdeklődést, inkább a klubnak a rendszeres résztvevői jelentek meg, viszont ők szép számmal 20-30 ember szerintem legalább megfordult itt. Ők például mivel játszanak? Ők az Eladlak nevezetű társasjátékkal játszanak, ami egy nagyon egyszerű aukciós, licitálós társasjáték. Ajánlom mindenkinek, aki esetleg nem ismerni, nézzen utána. Hol lehet ezeket a játékokat beszerezni egyébként? Leginkább szakboltokban érdemes érdeklődni, tehát a hagyományos társasjátékboltok kínálata ebben a tekintetben szűkös. Elsősorban itt interneten vagy Budapesten, aki megteheti, ott érdemes keresni. A társasjátékklub annyira fiatal, hogy ez az első városnapi rendezvény, amelyen részt vesznek. Nagyon tetszik nekünk a városnapja, részletünk a felvonuláson is egyébként. Teljesen tök jó dolognak tartjuk, hogy mindenki megmutathatja magát, részt vehet, a saját kis közösségét építheti. Nem csak a nagy és kis színpadról hallatszott zene a Táncsics Parkban, a sátrak közül kiszűrődő harmonika szóra lehetett figyelmes az arra járó, mely Pataki Ádám hangszeréből eredt, aki rögtönzött koncertjét követően arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy mennyire megterhelő a nagy melegben játszani. Na valaki például izzadós, akkor az eléggé hátrányt jelent, mert nagyon csúszik a hangszer, meg hát nyilvánvalóan ugye fárasztóbb is fizikailag. Meg hát levegővétel is fontos nálunk, az is sokkal nehezebb, szóval hát rövid távon nem igazán, de hosszú távon azért megterhelő. Nem igazán erőltettem be magam, azért átadtam a lehetőségeket kicsiknek is. Hát néha játszogattam, de hát inkább csak úgy magamnak, aztán jöttek nézni. Ádám a 2005-ben létrehozott Ifjú Harmonikások Alapítványát képviselte a rendezvényen, akik egész hangszerarzenát mutattak be sátrukban, és még egy szétszedett harmonikát is mutattak az érdeklődőknek. Természetesen a harmonika népszerűsítése a cél, harmonika zene, és hát az, hogy jöjjenek a zeneiskolába harmonikázni a gyerekek, a felnőttek, bárki jöhet. Létszámot nem tudok mondani, de folyamatosan mozognak itt emberek, megállnak, egy kicsit berendeztünk egy színpadot, akkor ott leülnek, vagy megállnak, meghallgatják. A gyerekek azért vannak itt, muzsikálnak folyamatosan, hogy azzal is csalogatjuk a közönséget. Pap Olga a harmonikások következő nagyszabású rendezvényét is beharangozta, amit most rendeznek meg majd először. Harmonikás klubestet fogunk tartani május 30-án a múzeumban. Délután 16:30 fogunk kezdeni, és 7 óráig fog tartani a rendezvény. Ide tetszőleges időpontba lehet jönni, tehát nem feltétlenül 16:30-ra meg kell érkezni. Folyamatosan várjuk az érdeklődőket, olyanokat is, akik harmonikázni tudnak, vagy csak harmonikáztak valamikor, vagy olyanokat, akik csak
egy kis harmonika szóra vágynak, vagy szeretnék hallgatni egy kis harmonika zenét. Ezt a klubot ezért hoztuk létre, hogy olyanok is, akiknek nem nagyon van lehetőségük fellépni, itt bemutathatják tudásukat, és ezen kívül tehetségtámogatással tehetségeket szeretnénk támogatni, és minden klub ilyen klubestre meg fogunk hívni egy tanulót, egy szakközépiskolai vagy egy zeneakadémiás tanulót. És hát miután most ez az első alkalom, és ugye nekünk is van, Paksnak is van saját zeneakadémiása, tehát most az első klubesten Pataki Ádám fogja bemutatni a legújabb programját. Mivel érkeztek ide? Hoztunk egy ilyen szétszedett harmonikát, ami arra való, hogy az emberek megnézhessék, hogy mégis miből áll belül, hogyan képezzük rajta a hangot, és milyen alkatrészekből áll tulajdonképpen a harmonika. Az érdekesség az hangszernek, hogy úgy néz ki, mint egy doboz, amelyikbe sok szájharmonikát tettek. Itt ez látható is. Mennyire nehéz a harmonika hangszerek sorában, mennyire nehéz ezt megtanulni? Hát ez relatív kérdés, mert ha megkérdezzük egy kínait, mennyire nehéz a kínai nyelv, tehát gyerek, akit arra tanítanak, ő neki az lesz a természetes. Nekünk magyaroknak, akik a második legnehezebb nyelvet beszéljük, a magyar nyelv a legkönnyebb. Tehát egyébként pedig azt mondom, hogy talán hadd engedhessem meg magamnak, hogy hazabeszéljek. Szerintem harmonikán van leghamarabb sikerélménye a gyereknek, mert olyan a hangszer felépítése, hogy játszik bármilyen egyszerű dallamot, hozzá tud játszani elég komoly kíséretet, ami a hangszer adottságaiból ered, és már nagyot szól. Bár Adorjánék Nábel Tünde hivatása szülésznő, s ő a Gólyahír programok megálmodója és tulajdonosa is, standján nem csak a kismamákat várta többet magával. Hárman érkeztünk ide a Gólyahír sátrába. Először is a Marton René jött a szavak erejével, illetve hát az álom térképpel. A Biharini Rezi Anna Mária jött a Theta Healing, illetve az Access Bars kezelésekkel. Ez egy eléggé ismeretlen még az emberek között, úgyhogy azért is jött Anka, hogy megmutathassa, hogy az energiáival mit tud és milyen csodákra képes. Illetve én most nem kifejezetten a várandósokat céloztam meg, bár azt is, hanem az aromaterápiát hoztam ki a városnapjára. Igen, nagyon sokan voltak. Olyan 2 óra körül kezdett egy kicsit a tömeg egy picit lejjebb adni, de aztán utána újra, igen, nagyon jó volt. Tünde előtt számtalan illóolaj üvegcséje sorakozott, mindezeket ki is lehetett próbálni. Én szülésznő vagyok, és az aromaterápiát mind a hivatásomban, mind anyaságomban használom. A férjem nagy örömére, mert ő nem szereti. Ő allergiás, és az allergiásoknak ugye sokkal másabb a szaglószervük, tehát sokkal erőteljesebben érzi az illatokat, tehát ő tüsszög tőle. Viszont én azt gondolom, hogy az aromaterápia jó, ha mindennapjainkba beköltözik. Tehát immunerősítéstől kezdve, tehát a kisgyermekeknek a leóvarázsolaja, tehát immunerősítésre nagyon-nagyon jó tapasztalatból mondom, 3 fiam van, és nagyon szépen tudom őket kezelni ezzel, mint hogyha megfáznak, vagy a babáknál a fürdetésre, nem mindegy milyen baba kozmetikumokat használunk, és ugye az aromaterápia 100% természetes. És nagyon fontos, hogy milyen illóolajokat használjunk, tehát akkor az olyan minőségű illóolaj legyen, akkor jó az aromaterápia. A tanulásra, a koncentráció segítésére eszméletlen jó tapasztalataim vannak. Kevertem ki a második gyermekemnek egy kis keveréket, pont azért, mert ő nehezebben tud figyelni és nehezebben tud tanulni, hogy tanulás alatt is szagolja, és amikor majd felelet van, akkor is kell.
és visszahozza az emlékeket, amit megtanultunk. És akkor a nagyobb gyerek is mondta, hogy hát akkor nekem is kell. És meg is lepődtem, mert fiú is majdnem 16 éves, tehát egy fiú nem akar ennyit ilyen aromaterápiával foglalkozni, és írt fizikából egy dolgozatot, és nem jutott eszébe az egyik törvény. És azt mondta, elkezdte szagolni, és visszarepítette a hetedik osztályba, ahogy Anikó néni mondta a törvényeket. Tehát, hogy az aromaterápia miért ilyen fontos, tehát ezekért. És minden egyes illat egy ajtót nyit a lelkünkbe. Amelyik illatot nem szeretjük, azt az ajtót nem akarjuk megkinyitni. Kicsi vagyok még, de nagyra fogok nőni. Igen, tehát még egyelőre ez a kikeverés ilyen egy-két, tehát kifejezetten a Feller Adriéknak a könyvéből, tehát ez egy recept könyv, hogy hogyan tudjuk otthon kikeverni, igen. Úgyhogy én ezek alapján, és mindig először természetesen otthon mindenki kipróbálom az egész családon, és akkor utána fogom mondani, hogy milyen. Tehát leírom mindig a tapasztalataimat, hogy ez valóban jó-e, igen. De nem csalódtam még szüléseknél se. Hát annyira jó. Olyan természetes fájdalomcsillapító, hogy nem kérnek semmilyen fájdalomcsillapítást a szülésnél. Többen vércukormérőnek nézték azt a készüléket, amely ugyancsak bemutatásra várt a Gólya hírstandján. Amikor azonban megtudták a szerkezet mire való, inkább odébb álltak. Tünde megpróbálta a városnapi rendezvényen ledönteni a gátizom problémák tabuját. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi nők, számunkra fontos legyen a gátizmunk. Ugye azt gondolom, hogy a gátizomzata mindennek az alapja, és addig, ameddig nincs probléma, addig ezt nem is veszük olyan komolyan. Viszont amikor először problémánk jelentkezik, akkor bármit megadnánk azért, hogy segítsenek. Angliából hoztuk be, és hoztuk be Magyarországra ezeket a Kegel eszközöket, amik abban segítenek, hogyha valakinek már vizelettartási problémái vannak, tehát azért ez már egy kicsikét súlyosabb fokozat, ne kelljen műtétre mennie, hanem mint egy tenszgép úgy működik, és azokat a hüvelyizmokat stimulálja, amik el vannak gyengülve, és teljesen regenerálódik. Hiszen az izomzatnak az egyik legszebb tulajdonsága, hogy soha nem felejt. Tehát mindig felébred, amikor elkezdjük dolgoztatni. Mindenképpen azt gondoltam, hogy egy városnapja, tehát ide mindenképpen sokan jönnek, úgyhogy ismerjék ezeket meg. De nagyon félve jönnek. Hát hogyne, persze, hát először megkérdezik, hogy vércukorvizsgálatot csinálok-e, és már nyújtják az ujjukat, persze, igen. Nagyon-nagyon félve jönnek, és meg is lepődnek. Sőt, volt olyan, amikor mondtam, hogy gátizom erősítő gépek, akkor hát önnek nem kell, tehát hogy azonnal is megy. Tehát még nem vagyunk annyira készen erre. De én tehát nekem az egyik fő célom, hogy minden nőhöz eljusson a gátizom torna gyakorlat, illetve az, hogy van megoldás. Tehát, hogy nem tudom, hány gyereket kihordunk, megszülünk, utána éveken keresztül a kezünkbe tartjuk. Ez mind a gátizomra van. Tehát, hogy a gátizomnak a hátránya. Tünde az elmúlt évben is részt vett a városnapi rendezvényen, elismerően nyilatkozott róla. Tavaly évben is itt voltunk, tavalyi évben a kinezioték kezelésekkel jöttem ki, az is nagyon-nagyon népszerű volt. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy egységben az erő, tehát fogjunk össze, és a Gólya Hír programoknak a fő mottoja az anyák gyakorló angyalok, és ezért összefogtunk hárman anyukák, hogy mutassuk meg, hogy mi az életnek a szépsége. És a városnapja nagyon jó erre. Tehát minden évben egyszer idejönni, és ezt a napot itt tölteni, és azokkal, akik érdeklődőek, nagyon jó. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!